Esik az eső. Jó reggelt kívánok, gyerekek! Kellemes hétvégét mindenkinek! Megyek a Lidlbe. Így lazán, stílusok. Stílusok uralkodnak. Gyerekek, kemény hetem volt. Képzeljétek el, hogy kedden történt egy hatalmas baleset. Nagyon megijedtem, srácok. Lent voltam a 2,5 méteres gödörbe, megmutatom. Csövet raktunk le a kollégával. Most képzeljétek el, hogy ahogy állok lent, és a másik kolléga adja le nekem a csövet, fölülről, nyújtom ki a kezem, hogy elvegyem tőle a csövet. Egyszer csak azt éreztem, gyerekek, hogy azt láttam, hogy elsötétült minden, éreztem, hogy temet be a föld, hatalmas pánikroham, gyerekek, mert éreztem, hogy a föld az temet be engem, majd egy hatalmas nagy ütést éreztem, srácok, egy kibaszott nagy ütést. Azt ilyen 2 másodpercre, vagy 3-ra, így elsötétült minden, így, mintha meghaltam volna, gyerekek, meghaltam volna, azt éreztem. Azt kinyitottam a szememet, megéreztem a számba azt a keserű vérízt, tudjátok, miről beszélek. Éreztem, hogy áll a számban a vér, kinyitom a szemem, a kollégám, aki adta le a csövet, az mellettem fekszik. Hát gyerekek, hát leszakadt a föld, a kollégám az rám esett, térdel. Homlokomon kinőtt egy hatalmas nagy púp, gyerekek. Olyan vagyok, van az a ló, tudjátok, aminek van az a szarva. Unikornis, gyerekek, unikornis, úgy nézek ki, meg sem mutatom magam. Kegyetlen volt, nagyon megijedtem, gyerekek. Ömlött a szambó a vér, a fejemen egyből kinőtt a unikornis púp. A lényegi bánny. Remektem, mint a kocsonya, most megyek bevásárlok, gyerekek, megyek a Lidlbe, veszek a Vikinek valamit, hónap megyek a Vikihöz. Kurva anyját ennek a kibaszott tesőnek, még ebbe sincsen szerencsém. Aztán, gyerekek, mikor beáll ez a halál közeli élmény, amikor leperegelődtetek az életetek, tudjátok, mi az utolsó, ami megjelenik előttetek? Az a gyereketek. Én a Vikit láttam, gyerekek, amikor elsötétült előttem minden, de komolyan. És akinek nincsen gyereke, annak meg anyukája jelenik meg. Mielőtt meghaltok, gyerekek, akinek van gyereke, az a gyerekét lássa, akinek nincs gyereke, az meg az anyját. No, ezt akartam mondani. Meg volt a bevásárlás. Hónap megyek a jányomhoz. Stílusok uralkodnak. Jó, nehéz a táska, gyerekek, kőne egyet izéni, blitzelni egyet, lejárt a béletem, gyerekek, de nem gond, majd délután, vagy este felé elugrok a főnökömhöz egy kis pénzé, igaz, tegnap kaptam fizetést, de hát megmondom neki, hogy főnök szarul fizet, ha elment a téma. Szegényként még nem tudja, hogy hétfőn nem megyek dolgozni, de én tudom. Megjött a YouTube reklámpénz, gyerekek, úgyhogy azért hétfőn el kell mennem, úgyhogy megyek hónap is parkámba, még hétfőn is megyek parkámba, plusz leszedem a főnököt, gyerekek, így kell ezt csinálni, azt kedden majd elmegyek dolgozni, na, most szevasztok!